Hello! Mindjárt. Igen. Mi mizu? Ja, inni. Mert csak vizet adok most már csak. Na szóval. Mindjárt megyek Noéért, mert az oviba ebéd után elhozzuk, mert ugye megyünk ma a harmadik iskolát megnézzük. Alexiát viszont sajnos hát telefonáltak, hogy érte kell mennünk, iskolába ment ma, de hogy hát azt mondták, hogy nincs jó kedve, nem érzi túl jól magát, és hogy mutogatja a fülét. Na most. Itt egy ilyen csibész. Egy csibész. Na jó, szóval igen, tehát nekem is mutattam most egy párszor a fülét. Ali! Alex! Hallasz, babám, jól van. Jó, oké, anya megnyugodott, mert... Oh. Szóval, tisztes stresszben vagyok, mert az oviban látom, ugye, van egy ilyen ovis chat. És látom, hogy írják, hogy folyamatosan, hogy ő beteg, és hogy tegnapra már a fél ovis csoport kidőlt, tehát ilyen lázas, fejfájós és köhögős vírus tombol az oviban. Úgyhogy ilyenkor mindig az van, hogy ugye tulajdonképpen meg vannak számlálva a napjaink, az intézményben töltött napjaik, ugye? És azért ma ez azért elég fontos, hogy az utolsó ilyen iskolát ugye megnézzük, ami így lehetőség lett Noének, és őszintén megmondom, hogy nagyon-nagyon szimpatikus nekem ez, amiket így itt látok, és amilyen visszajelzéseket látok róla, nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy tényleg szorítok, hogy ne kapja még el Noé sem, meg Liza sem ezt a nyavaját, amit kering az oviban, szóval ja. Na, megyek be az oviba, nyitok be, és mit látok? Hogy ebédeltek, és egy valaki éppen áll az asztalnál, és éppen szidják le. Ki volt ez, Dotikám? Liza. És mondom már megint mit csinált? Mit csinált? Kitől nem fért el most a Liza? Bántotta a Tóbiást. De miért? Most akartam. Jaj, biztos piszkálta a Tóbiás, nem? Hát egy... Nagyon nem. Tudom, hogy kell megnyitni. Tudom, hogy kell, de valahogy eljut. Na, szóval, hogy mit mondtál, hogy a Ildikó és a... És már elmentek nyaralni. És akkor én mit kérdeztem, hogy hát Adikám, nem megyünk el anyai és Noé, nem megyünk el nyaralni. De. Elmegyünk? Na, mit szól, ha nem hozzá mennénk, hanem elmegyünk nyaralni. Elmegyünk világgel, na? Milyen jó ötlet, de jó nekik. Menjünk nyaralni, mi is. Na? Irány a repülőtér, ha? Menjünk inkább majd a nyáron. Igen, majd a cuki vagy, menjünk hozzá a többiekhez. Kíváncsi vagy az iskolára? Hogy milyen lesz ez az iskola? Erre én is, mert erre nagyon-nagyon szimpatikusnak tűnik nekem egyébként ez a harmadik. Föl lesznek a iskolások egyik. Igen, az egyikben már azt mondták, hogy mehetsz. De most megnézzük egy harmadikat, jó? Na jó, akkor indulunk haza, nagyon szép idő van. Megyünk, jó? Na, beugrottak a mamáig. És mit hoztak? Alexnek holnap lesz a névnapja. És mama sütött neki ilyen finomságot. Gyere, Alikám, jó? Gyere, babám, ide felcsücsülsz. Na, tehetek? Pap is jönnek a mamáik, ünnepelni. Nem jönnek holnap a mamáik, ma jöttek. Anyukám még beugrottak. Anyukám is. Fincsit. Ez a non plus ultra, vagy ez? Ali, mit csinálsz, babám? Itt a tányér, gyere! De hát hoztam neked. Hát akkor... Nézem, hiszem. Jó. Gondolkodtam, hogy az iskolába vigyen el. Valamint, hogy holnap van a névnap, úgyhogy, és ő már holnap neki nincsen iskola. Hétfőn, kedden és csütörtökön van, szóval mondtam, hogy valamit is nasít kéne küldeni. De ezt szerintem áttesszük hétfőre neki. Mert hétfőn ugye megy, hát meg hétfőn akkor valami kis névnapi kis valamit. Ugye, Alex? Igen. Úgyhogy nekem is szaladtak is tovább, mert kutyust vitték kozmetikushoz, képzelte, megnyírták a kormit, Úgyhogy oda volt most beadva, és eddig beugrottak. Jó? Úgyhogy majd elmeséljük, hogy milyen az iskola. Jó, majd elmeséled nekik? Nem visszajönnek? Nem jönnek vissza. Mennek haza akkor mivel? De miért? Mert levágják a szőrét? Igen. Nézzük. Nem, a kozmetikusnak hívják, kutyakozmetikusnak hívják, ahova vinni kell őket, tudod? No? Teltek még? De finom. Na, szedem be a ruhákat, meg teregetek, de közben... Így kell. Még kérsz? Tessék. Kettőt adok még, de aztán mellé. Nehogy elromoljon a hasad. Visszatesszük, jó? Ide biztonságba. Aztán majd még délután, vagy este eszünk még, jó? Hogy kell ezt becsukni, ezt a dobozt? Na, ezt kapta egyébként a mama tőlünk, ezt a dobozt. Kapta karácsonyra. De egy ilyen célzás, hogy... Na jó, értitek? Na, megérkeztünk. Budaörsre. Mutattam a szép hegyeket. Hát most már ide bejöttet, az autópályáról sokkal szemben látszik, de nagyon szép ez a környék itt. Na és akkor most nem megyünk le az Ocean felé, hanem jövünk erre tovább, jó? Gizi elvisz minket az iskolához, amit most meg fogunk veled nézni. Gizi a navigáció egyébként, ha valakinek nem tűnt volna fel, de Magnika nevezte el így, és azóta mi is Gizinek hívjuk a navit. Aki megmondja, hogy merre menjél, utasításokat ad. Na, az óviban már nagyon izgul mindenki, érted? Hogy te iskolás leszel szeptemberben, picikek járnak egyébként még oda olyan. Főleg most nagyon-nagyon sok 3 év körüli gyerkőc jött, szóval 3-4 évesek vannak nagyon sokan, és kevésen olyanak a korosztálya már. Úgyhogy mindenki nagyon izgul, hogy a nagyfiú hova fog járni, vagy milyen is az az iskola. Igaz, mesélsz nekik ott az oviban, hogy mit láttál az iskolában? Elmesélted nekik? Na hát ez már egy iskola kinézetű épület, amit látok. Hát, be lehet, aha. Igen. Na. Úgyhogy akkor megérkeztünk. Az igen. Gyere, Életke, hol vagy? Hol vagy? Legszívesebben megállítanám őket, és megkérdezném, hogy milyen. Ugye? Te is. Legszívesebben megállítanád őket, hogy Hali, milyen az is, tetszik? Na, nagyobb. És szóval, amit látok, az itt egyenlőre nagyon tetszik. De kicsit, hogy mi is itt megyünk be. Igen. Szóval színes, gyerek szemmel tetszetős, amit így látok, az udvar, ugye. A környezet az... A környezet az nagyon tetszik így első körben. Na de akkor bemegyünk, aztán majd elmeséljük, hogy mit látunk. Na mert itt vagyunk olyanak a felrobbant szobájában. De ugye kikerül innen a karácsonyfa. Leszedjük, mert milyen időszak jött? Tavasz. Hát még nem. Hát jó, az idő az tavaszi, az igaz, de a farsangi időszak. Úgyhogy megállapodtunk abban, hogy nem várunk. Nem baj, jó az út, csak el nem vágja a kezedet, jó? Mi? Ez a... Mi ez? Műanyag. Mert ez el tudja vágni, ez nagyon éles. Jaj, vidd közelebb. Ugye, ne. Hát ebbe, mindegy, szedjed, meg ebbe is mehetnek a pirosak, nézd csak abba is. Csak ne törd össze, jó? Aztán a plüssök nem tudom miért vándoroltak ott ki abból a zsákból, azokat is össze kéne rakni. De először erre koncentrálunk meg. Figyelj csak, meséld el nekem, hogy milyen volt ebben az iskolában most, hogy érezted magad? Jó. Mit csináltatok most itt a ismerkedős délutánon? Mi volt? Ismerkedős, mondtuk a nevüket. Így, olyan szépen bemutatkoztál, hogy az nem semmi. Ugye bemutatkozott, aki fogadott minket, és akkor ő is bemutatkozott, hogy ő Noé. Igaz? Nagyon ügyes voltál, és akkor utána beszélgettetek, hogy ki mit csinál? Igen. És hogy mit játszottatok? Mondtad, hogy játszottatok. Cipiztünk. Micsoda? Apa-apa? Cipiztünk. Az micsoda? Én nem tudom, mi az. Kerekjáték. Igen? Meg meséltél nekem valami elpakolásról, hogy babaházba pakoltatok. Aha. Igen, mert egy ilyen játszószoba nevű helyen voltatok, ugye? Ahol ugye a gyerekek várják a szüleiket, hogy amikor ugye jönnek értük délután. Igaz? És mi volt még? Volt feladatlap, úgy láttam. Meg lett egy... Megrajzoltam. És meg tudtad csinálni a feladatlapot? Ügyeskedtél? Igen. Jaj. Figyelj csak, mucikám, berakod azokat az állatokat, légy szíves, annyira bántja anya szemét ott, hogy az valami... Én nem tudom, az a Bambi, meg ezek miért kerültek ki abból? Meg egyetlen itt a sarokból vissza kéne ide rakni őket. Hú-hú! Mert annyira bántja anya szemét az a kupacot, hogy az valami eszméletlen. Nagy játszások voltak. Úgy lettem, a kalapács is előkerült, telefon, játéktelefon. Nagyon. Hozd ide anyának, jó? Mert annyira bántja a szememet ott az a sarok, hogy az... Hozd ide visszatesszük, jó? Na, csak közben itt robbanás. Robbanás veszik. Hárítunk el. Na. Jó, na, szóval. Iskola, tehát... három iskolában jártunk ugye Noéval, és most már egy kicsit megkönnyebbülve tudok erről a témáról beszélni, mert ugye a főiskola, amit szerettünk volna, amikor még csak kettő volt, akkor tehát, hogy attól az iskolától kaptunk egy visszajelzést, hogy Noé ugye megfelelt, és hogy ma a próbanapon, és hogy szeretettel várják az elsősök közé. Tehát ott akkor egy akkora kő gurult le a szívemről, hogy tehát, hogy van már egy hely, ahova tudunk jelentkezni, tehát ahova gyakorlatilag ő megkezdheti az iskolás éveit. Nem, el nem tudom nektek azt mondani, hogy milyen stressz. Hát de amúgy tehát, hogy tudjátok, tehát jelenleg is fáj a fejem. Úgy mentem eleve az iskolába, hogy fájt a fejem. Úgyhogy nincs olyan nap, hogy ne fájna a fejem, és egyértelmű, hogy ezek körül is stressz az oka. Na, és ebben a harmadik intézményben, úgy mentünk most el, hogy ugye már van egy hely, ahova biztosan felveszik őt. És ugye odaértünk, és ott fejeztem be ugye a vlogot, ott szakadt meg, hogy ugye odaértünk, és amit ott láttam elsőre, de megnéztem az iskolának a Facebook oldalát, megnéztem az iskolának a honlapját, és előzetesen azt, tehát, hogy nagyon tetszett, amit látok, és amit írnak ott. És tehát nagyon összeszedett volt az egész honlap, és az információk, és a telefonos beszélgetésünk is, aki felvette a telefont, az is nagyon pozitív volt. Na, halihó, már péntek van, Alex itt van, ugye neki van, nincs iskola, és Liza is itt van, mert hát természetesen elkapta az ovis vírust, úgyhogy eléggé folyik az orra. Kedve jó egyébként meg minden, de hát sokszor kellett nagyon orrot fújni, igaz, babuska? Igen. Na igen, meg nagyon orrhangja van. Na, iskola. Tegnap, amikor hazajöttünk az iskolából, akkor felvettem egy videót nektek erről a harmadik iskoláról, amit megnéztünk tegnap, és aztán felébredtünk az álomvilágból. Úgyhogy mindjárt elmesélem nektek, csak most főzök egy kis borsóleves, zöld borsólevest kérte Liza, úgyhogy azt főzök neki, kis csirkehúsival, és lesz bele egy kis nokedli is. És akkor a másodikunk az pedig... Mi lesz a második? Megyes, vagy nem? Epres gombócot kért. Jó, már Noénak az iskolában... Még az óvodában. Szóval Noénak az óvodában... Szilvás gombóc van. Igen. Na, most tudom. Ez az iskola sztori, ez nagyon gáz. Na, és képzeljétek el, reggel felkeltünk, és mi történt, Liza? Kerítést megépítették. Igen. Tehát tegnap délután még semmi, még csak azok a tartó oszlopok voltak, és reggel felkeltünk 7 óra körül, és íme. Elkészült itt a kerítés. Úgyhogy szerintem hamarosan jönnek a kutyák, és azt néztük, hogy ott alul cica simán át tud menni. Meg szerintem a kutya is át tud kukucskálni hozzánk. Szóval ilyen kis fix lapokból állnak ezek a kerítések, és elvileg végig körbe megcsinálták maguk körül ugyanezt a dizájnt. Úgyhogy izgatottam előtt, hogy ezek a fix kerítések, amik ilyen hullámpala, vagy mit is mondott rá, aki csináltatta, szóval hullámpala elemekből áll, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesz ez időtálló, meg rozsdásodni, meg ilyesmi, stb. Kíváncsi leszek, de hát nyilván ezt fogjuk bámulni innentől kezdve, szóval ezért nem mindegy, azért megy, pontosan ezt látjuk a nappaliból. De kész, és akkor most kíváncsi leszek, hogy milyen kutyusok érkeznek. Szerintem most már azért, ha kész vannak, akkor már szerintem hétvégén már csak jönnek a kutyusok is át. És ma van Alex névnapja, ugye február 9 van Alex névnap, és mivel ugye amit anyukám még hoztat a napsütit, mutatom összesen 2 darab maradt ezekből a kis cuki és isteni finom süteményekből. Ennyi, ezt így lepusztítatok, annyira finom volt. Szóval ma fog kapni tőlünk egy tortát, ugye, amit vettünk neki a... Fújt az oldat, pucikám, jó? Fújjad, babus! Amit vettünk az Aldiban, végre volt dájmos torta. 1000 éve szeretnék menni, ugye az IKEA-ban ettünk egyszer vagy kétszer talán, ugye amikor... Hát valami, a Noénak ugye az íróasztalához a széket kereskedtük, és akkor is ott ettünk Noéval is, illetve néhányszor már ott a Lacival ettünk. És ott az a mandulatorta, az a dájmos mandulatorta, úristen, az nagyon-nagyon finom. Úgyhogy végre lehetett kapni, szóval Alex kap akkor most egy ilyen dájmosat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az olyan lesz-e, mint az IKEA-s, vagy hasonló lesz-e. Úgyhogy megnéztük az előbb a Lizával, fél órával előtte kell kivenni a mélyhűtőből, és akkor utána lehet majd fogyasztani. Úgyhogy majd nagyon jön haza az oviból olyan 4 óra körül, és akkor 4 óra körül kiveszem a mélyhűtőből, és akkor utána felköszöntjük Alexet. És az ajándékát is már kitaláltam, és már elkezdtem így összeszedegetni a hozzávalókat, mert a Lizával fogjuk neki megcsinálni. Na, mutatom, hogy miket lehet itt látni, és hogy kíváncsi vagyok, hogy rájöttök-e, hogy ebből mit fogunk mi készíteni neki. Van itt szódabikarbonát, citromsav, kókuszolaj, keményítő, és még némi csillámpor, és még majd elő fogok venni ételfestéket is, úgyhogy nem árulom el. Most nem árulom még el, gondolkodjatok, hogy mi lehet az, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerkőceink, mind a 3-an, és ezt használni lehet, tehát nem megenni, és minden nap nagyon-nagyon szeretik ezt használni. Szoktunk nekik venni ilyen dolgot, segítek még egy kicsit, főleg a Müllerben szoktunk ilyen dolgot venni, de vettünk már a Primarkban is, és többet nem árulok el, de szerintem már úgyis tudjátok, hogy mi... Ja, még a illóolaj, még azt kelleni fog. Akkor hát már nagyon sokat segítettem. Na, a gyerekekét kivettem, ugye jó sűrűre csináltam amúgy a leveskét, hogy Alex is ugye jól tudjon belőle enni, úgyhogy és jó sok nokedlit tettem vele. Ez lesz Alexi, és a Lizának stílusosan borsós kanállal lesz a borsóleves, és akkor elkészült itt a gombóc, az eplés gombóc. Én mindig úgy szoktam most már az utóbbi időben csinálni, hogy külön megkülöttem a zsemlemorzsát, és nem egyesével forgatgatom bele és pakolom át, hanem aljára teszek zsemlemorzsát, beleöntöm belerakom ezzel a szűrőkanállal a gombócokat, tetejére is teszek, és akkor összerázom. És akkor így sokkal hamarabb megvan. És akkor csináltam még nudlit, volt egy nagyon kis nudli is a mélyhűtőben, úgyhogy ezt is bevontam. Nagyon nem csináltam mindig így ilyen. Zsebben volt rá egy nudlit mindig a szilvás gombóc mellé, úgyhogy most én csináltam az eprés gombócom mellé is így magamnak egy kis nudlit. Úgyhogy kész van az ebéd, és hihetetlen, hogy 12:25 és kész lett az ebéd. Na, mit szólsz? Meg új illatokra. Imádod? Na, Liza meg apa imádják. Én nem szeretem a borsolevest, nem szeretem a zöld borsot, őszintén megmondom, úgyhogy ritkán szokott lenni. De Liza most ezt kért, és hát beteg. Közelebb húzzuk, és jó, nagyon ügyes vagy. Akkor egyétek. Cica, te mit szólsz a zöld borsóhoz? Hm? Semmit? Nem. Nem, és jó sűrű, jó? Egyéb szépen. Na, megcsináljuk. Legalábbis megpróbáljuk megcsinálni Lizával, Alexnek az ajándékát. Hát most már el fogom árulni. Fürdőbombát próbálunk készíteni, még sosem csináltunk így házilag. Vannak ilyen kis formáim, az Ázsia Centerben vettem, de lehet, hogy mind a kettőre szükség lesz, szerintem kihozom mindjárt a másikat is, ilyen kis autósak, meg hát ilyen járműves, igen, van itt ilyen helikopter is. Úgyhogy meg vannak az ételfestékeim is, és elvileg minden megvan, ilyen illóolajat teltem, ilyen barackvirág illatút. Na, és jön is a Liza, és akkor ő fogja készíteni, igaz? Igen. Oké, na, egy kis kókuszolajat szerintem melegítek. Beleszóltam a csillámport, és itt 4 evőkanál kókuszolajat tettem bele, és egy olyan 8 csepp ilyen barackvirág olaját, és akkor meglátjuk, hogy mennyi víz fog még kelleni. Viszont ezt most akkor össze kell öntsem, és gyorsan el kell keverjem. Ételfesték előkerült? Na, és mit csinálunk szerinted? Valami kék szilikon formában nyomkodott. Hát, de mi lesz? Porokat. Jó, de mi lesz ez szerinted? Hát én nem tudom, ezt kiborítod, akkor egy zsák bor lesz belőle. Reméljük nem, ugye Liza? Igen. Nem tudom, mint a vízi homokvárnak a formája lennének. Kb. Ilyen az anyaga. És lehet valami nedvesítő anyag is bele, apa? Mi az irány, vagy mi az? Ja, akkor ezt nem kell megenni, akkor már. Na? Kókuszolját meg kell olvasztani minden. Igen, persze, igen. És elég bele? Igen. Na mi ez? Itt valami figurák, formák, nem tudom. Ja, tudom már. Na mi? Fürdőgomba. Igen! Annak készül, ugye Liza? Igen. Ne menj zsákpornak. Itt el fog pezsegni. Hát a keményítő az csak úgy hiszéljen. Ja, szólarika, na, az már nem kell. Na, itt szólsz. Kíváncsi leszek. Én is. Ez az ajándéka. Pipinek. Kényelmes huri. Hörzi a nyuszit. Igaz, hőrzöd a nyuszit? No. Hát ilyenek lettek, a Liza még szórt a tetejére. Jó sok csillámport, hát mondom, ti ma este csillámporban fogtok fürdeni. Itt van mellette a maradék kókuszolaj, és azon láttam, hogy mennyire dermed az meg itt a... Mennyi van bent? 23,5 fok van most itt hirtelen. Tudod mit? Könnyet adnak az ablakot. Na, itt hűsöljetek szépen, úgyhogy azt nézem, hogy mikor fog ez úgy annyira megkötni, mert kicsit a szélét, hogy megmozgattam, akkor úgy eléggé még olyan porhanyós hatása van. Úgyhogy nem tudom. De azért már csak nem egy egy vödörnyi. Mit mondott homok, hogy mit mondott rá a Laci? Csak nem az lesz belőle. Na, csináltam egy eges kávét, felmegyek a Noéhoz, és akkor elmondom az iskolát. Na, a Liza ágyaz, mert mögöttem a Noé nem ágyazott, de valamiért reggel. És azt nem értem, hogy ugye tegnap leszette a Noé a karácsonyfejet, hát az pont abban a részben lett volna, amikor ugye elmesélem, hogy milyen volt a nyílt nap ebben az iskolában, a harmadik iskolában, ugye? Úgyhogy azt tudja, hogy van szerintem kuka az a 20-25 perces mondókám, tehát igen, a tündérmese az körülbelül tartott egy olyan 5 órán át, aztán pedig szertefosztott. Na, tehát mondjam el a lényeget, hogy mi a baj az iskolával, vagy mondjam el, hogy milyen volt a nyílt nap. Elmondom a lényeget. Szerintem így tiszta, hogy ez az iskola, ez úgy, ahogy van, felejtős. Tehát elhoztuk a repitollat, de igazából a Noénak odaadtam ajándékba, de biztos, hogy ide nem fog a Noé járni. Köszönöm, nagyon ügyes voltál. Cuki-puki, mehetsz le, konyoszi-muszi. Köszönjük szépen, mert a Noénak elmondom, hogy tárgyaztál benne ki, mert lusti volt reggel. Na. A magániskolákkal úgy összességében globálisan nagyon vigyázni kell, és pontosan amiatt is, ami ebben az iskolában történt. Ez egy drága iskola, de gyönyörű szépen felújított épületben, egy álomszerű iskolának tűnt, nekünk is a Lacival, és a maga a nyílt nap is egy olyan korrekt, álomszerűen volt felépítve, úgy fogadtak minket, hogy te úgy érezted magad teljesen, hogy te tök jó helyen jársz, és na igen, ez az, amit te keresel, és ez az, amit te elvársz a pénzedért cserébe. Na, és ehhez képest viszont a valóság az sajnos nem ez, hanem a valóság az ennél sokkal rosszabb. Este azért csak rá, tehát hogy annak köszönhetem, tehát hogy már majdnem igent mondtam rá, és már majdnem mondtam a Lacinak, hogy na, akkor hívjuk, hogy mehet a gyerek, meg stb. Másnap, ugye ma. De az az óriási szerencsém, hogy én mindig mindennek utána nézek, és utána járok, és mindig véleményeket, tapasztalatokat olvasok, tehát hogy minden, bármiről legyen azt, de tényleg bármiről, én mindennek utána járok, mert én nagyon ügyelek a részletekre, és főleg egy ilyen nagyon fontos kérdésben, mint ugye a gyereknek a jövője. És hát igen, beértem ezt az iskolát, és azonnal kidobott jó néhány cikket, amikben nagyon csúnya dolgok voltak erről az iskoláról, ennek a vezetőjéről, szóval meg lehet nézni, be fogom linkelni a cikket ide a videó alá, ha valaki szeretné, és aki tényleg így mint mi, magániskolában gondolkodik, ugye, mert mondjuk akár problémás, hogy elköltsz esenni, és akár rendben beszámolhatott, mert ugye nem látta be, és így csapkodja a húzat. Szóval tudjátok, hogy mi befürödtünk az első óvival, mert ígérettel tele volt a padlás, de ebből igazából semmi nem valósult meg, tehát a vezető úgy gondolta, hogy ő egymagában úgy minden, ő az Atya Úristen, és hogy ő pszichológus, ő logopédus, ő gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, és még nyelvtanár is, tehát hogy igazából mindent. Amikor rákérdeztem, hogy hol vannak ezek, amiket ugye aláírtunk szerződést, és hogy plusz 20 000, ugye már egyből így indította az olyatő a szülői értekezeten, hogy na figyelj, mert esen is a két gyerek, akkor fejenként plusz 20 000 lesz ugye havonta a havidíj, de ezért cserébe ő felvesz egy gyógypedagógust, és ugye ez nem valósult meg, tehát soha nem jött ide ebbe az óvodába gyógypedagógus. Tehát azért mondom, hogy az ígéretekkel tele volt a padlás, és amikor rájössz, hogy nem igaz, és akkor szembesíted vele, na akkor volt az, hogy kalapkabát, eljöttem a két gyerekkel, úgyhogy Hát szerencsére ez a másik óvoda befogadott minket, aláírtuk a papírt, hogy esen is, de nem kap fejlesztést, azt mi oldjuk meg, és ugye jár hozzá egy logopédus vagy gyógypedagógus, jár hozzá ugye heti kétszer, és azt mi fizetjük pluszban, és így ezt így el tudtuk intézni, hogy a két gyereknek ugye legyen mégis óvodája. Na, szóval igen. Na, és ugyanez igaz a magániskolákra is. Most nem beszélek az állami iskolákról, mert ott tudjuk, hogy milyen kaotikus a helyzet. Tegnap is ugye ebben a magániskolában elhangzott például az egyik tanítónéni, aki a lendő elsősök tanítónénie lesz, ő egy állami iskolából homlokegyenest rohant el, és kötött itt ki, ami nem biztos, hogy jó döntés volt. Na, majd mindjárt mondom, hogy miért. Szóval a szegényként nagyon meg fogja ütni a bokáját. Na mindegy. Szóval mondta, hogy ugye ami a fő probléma volt, az, hogy olyan 25-től fölfelé vannak ugye a létszámok, de inkább 30 és fölfelé, tehát ilyen 35-38 fős létszámokra kell számítani, és egyébként az iskola, ahova a Noé tartozik, itt a területileg, ott idén 7 első osztály indult abban az iskolában, egy intézményen belül 7 darab első osztály. Tehát nem 3, ahogy a mi időszakunkban volt, ugye első A, első B, első C, nem. 7 darab első osztály, nincs elég terem, és nincs elég tanár, és stb. Tehát óriási problémák vannak jelenleg a Budapest és környéki iskolákban, na de mindegy. Szóval ez a tanár néni tanított egy iskolában, és akkor ugye mesélte, hogy egyszerűen azt tette észre, és egy példát mondott erre, hogy mit tudom én, Marcika megkérte, hogy szólt neki, hogy szeretne vele beszélni valamiről, és akkor jó most nem ér el, de hogy majd szól, ha tudnak beszélgetni, és teltek a napok, és már azt tette észre magát, hogy basszus, csütörtök van, és csütörtök van este az ágyba, és tudott beszélni, hogy basszus a Marcika. Hogy ő még itt hétfőn megkérte, hogy beszélgessenek, és na. Tehát ugye ez egy olyan példa, ugye, hogy ott azokban az iskolákban, ahol mondjuk 7 első osztály indul, ott mondjuk a Noé egy kicsi mákszem lenne. És egyszerűen a tanárnéni nem tud. Sem az igazgató, sem senki nem tud az ő igényeivel, az ő panaszaival, az ő lemaradásával, az ő kérdéseivel nem tudnak foglalkozni. Tehát, hogy ez sajnos ez ilyen. És ő ezt, hogy annyi dolog volt, és annyi mindent kell, tehát hogy egyszerűen lemaradtak a tananyaggal, és blablabla, tehát hogy olyan stressz volt rajta, hogy ezt egyszerűen mondta, hogy ezt így jelenleg magyar állami iskolában nem lehet csinálni, nem tud így tanítani, és azon volt, hogy ő feladja a tanítói pályát, de aztán meglett a hirdetést, tudja, hogy keresnek tanítói, hát nem véletlenül, ebben a magániskolába, és akkor ő most itt tegnap előadta, hogy akkor ő most teljesen megváltozott, és hogy mégsem akarja feladni, mert hogy itt tök jó, hogy 15 fő van maximum. Én úgy láttam, hogy jelenleg itt az első osztályban egy olyan 9 főnek a nevét láttam, ugye megnéztük a termet, gyönyörű, megnéztük a kilátást, meseszép, álomszép, és tényleg, hát ha lehetne kívánságom, akkor azt kívánom, hogy minden gyermek ilyen körülmények között és ilyen feltételek mellett tanuljon, amit ők előadtak, hogy ők ugye biztosítanak a gyermeknek, de hát ez, mint tudjuk, ez csak egy mese volt. Na mindegy, és az a helyzet ezzel az iskolával, hogy ugye a cikkben az szerepel, hogy 2023 májusában volt, azt hiszem, egy óriási nagy leállási probléma, és tehát, hogy van ugye az igazgató, és akkor ott vannak vezérigazgatók, vagy nem is, tehát, hogy három intézmény tartozik. Etelkenek hívek egyébként az igazgatóját, tehát a tulajdonosát ezeknek az iskoláknak, és akkor Etelke néni, és akkor ugye voltak aligazgatók, tehát vezérigazgatók, vagy nem is tudom ki, és akkor a vezérigazgatóval összerúgta a port, és akkor a vezérigazgató elment ugye az intézményből, és vele együtt a tanári karnak a több mint a fele is elment. Tehát, hogy és a diákoknak is több mint a fele elment, és hát igen, nem voltak tanárok. Ugye azt ígérték itt, hogy minden nap angol van, meg tehát olyan csili-vilin előadták, hogy mindenkinek jut tablet, és azon tanulnak, és hogy fú, hogy kevés gyerek, meg blablabla. Elmentek a tanárok. Tehát ugye mondták, hogy milyen fontos az, hogy a kisiskolás, ugye tanárnénit választasz, hogy szimpatikus, igen, nem csak hogyha az holnap után elmegy, mert hogy összerúgja a port ugye az igazgatóval, akivel sajnos óriási problémák vannak, ugyanúgy, ahogy a régióinkban is, ugye az óvoda vezetővel, az óvodának a tulajdonossával óriási problémák voltak, tehát hogy itt viszont sajnos ebből bírósági ügy van, és hogy hát én nem tudom, itt lepaktált a maffiával, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon-nagyon csúnya, gusztustalan ügyek vannak ennek az iskolának a hátterében sajnos, az a helyzet, és igazából még, hogy utána olvastam, azt láttam, hogy addig vagy jó, amíg fizetsz, meg nem érdeklik a panaszok, nem érdeklik a diákok, nem érdeklik a tanárokat úgy kirúgja, mint a szél, mert úgyis 20 másik jelentkezik a helyére, blablabla. Szóval, hogy ez az, azt köszönjük szépen, de nem. Tehát, hogy ezt így nem. Tehát az, hogy beiratod, és akkor első osztályba, mert hogy az ígérettel tele van megint a padlás, és akkor majd ott leszel, hogy aha, nincs angol tanítónéni, elment az egyszem tanítónéni, akivel ugye megismerkedt a gyerek az iskola előkészítőn, és megbízik benne, amit én, most ki volt, Krisztinéni volt, meg Dorina néni, azt hiszem, őket nagyon, tehát ő nagyon cuki volt, tényleg mindenket a tanítónéni nagyon cuki volt, de tehát, hogy szó nélkül beélettem volna a gyermekemet, hogyha nem nincsenek ezek a cikkek, és nincs ez a háttértörténet, hogy itt bizony nagyon csúnya dolgok vannak a háttérben, úgyhogy ezt én egyébként nagyon furcsa volt, hogy mi voltunk, illetve még egy hölgy volt a kisanyom, tehát, hogy ketten voltunk ezen a nyílt napon, és ahhoz képest, hogy milyen az iskolának a honlapja, milyen a Facebook oldala, és pont azt akarom nektek mondani, hogy engem is behozott a csőbe, tehát, hogy szép, tehát, hogy tényleg nagyon szép az épület, szépen feltött tágas terek, gyönyörű nagy ebédlő, gyönyörű tornaterem, nagyon szép osztályterem, és nagyon-nagyon szép udvar, és gyönyörű szép felújított játékparkkal ott, ugye, tehát, hogy tényleg szemedgyönyörködtető, viszont belülről meg ugye rohadna. Hát mondjuk ki, sajnos problémák vannak. Nyilván nem ez az egyetlen óvoda, és nem ez az egyetlen iskola, amivel gondok vannak. Na, de mi belefutottunk egy ilyenbe, de hál' Istennek, ugye, amiért olyan típusú ember, csak ez biztos egy kis nagyon itt a jég, a jegeskemény van. Szóval, hogy én azért az évek során én nagyon-nagyon sokat tanultam abból, hogy mindennek, de tényleg mindennek, még ahogy itt hol veszel tojást, még annak is utána kell nézni, tehát vagy értitek? Tényleg mindennek utána kell nézni. Úgyhogy néztem szülői véleményeket, és akkor mindenki azt mondta, hogy te felejtsd el, oda nem menj, nem tudom, hogy mi lesz a következő szeptemberben ebben az iskolában. Járnak oda előkészítőre, mert tehát nyilván megpróbálja működtetni az iskoláját az igazgatónő, ez tény, tehát, hogy ő megálmodott valamit, de nyilván egy ilyen légkört, ilyen tanárokkal és ilyen minőségben nem lehet egyszerűen tisztességesen üzemeltetni, hát na. Tényleg egy csodavilág volt ott, és tényleg gyönyörű, és Budaörs, és húváó, és a másik fele pedig az, hogy most már itt, tehát, hogy egy apuka volt egyébként behívva, és ő kezdte el az egész nyíltatnak az előadását. Ugye a gyerekek ugye a szomszéd, vagy kettővel adébi szobában a kislányjal játszottak, egy játszószobában ugye a leendő második tanítónéni, szóval a két tanítónéni van egy osztályra, és akkor ő vele játszottak, mert megfigyelte a gyerekeket, stb. Ugye által, hogy ez lenni szokott, hogy egyáltalán ugye fel tudják-e venni, és akkor nekünk pedig a másik teremben gyönyörű szépen, most nem tudom, nincs itt, egy mappa volt, benne az iskolában egy gyönyörű szép füzet ismertetővel és egy toll, és akkor akkor jött ott a kettő. A mostani első tanítványnéni és a jövőre az első tanítványnéni meg az iskolatitkár, és illetve volt egy apuka, akinek most elsős a kislánya ebben az iskolában, és ez az apuka igazából az előadásnak körülbelül ugye 3/4-ét ő beszélte, és ő mesélte el, hogy a kislánynak milyen a tapasztalata, hogy boldog gyerek, boldog család, hogy a kislány észre sem veszi, hogy tanul, mert hogy ő úgy gondolja, hogy ő játszik ebben az iskolában, és hogy ahhoz képest pedig ugye most elsős, és február van, és már folyékonyan olvas, és ír, és számol, tud összeadni, tehát hogy kicsit olyan az egész, olyan negédes volt, és olyan, tényleg egy olyan álomvilágban képzeltem magam, és persze hallgattam, és fú, mondom, wow, ilyen létezik, és hogy igen, hát pont ilyenre vágyunk, ugye a Laci mellett, mert mondom, feltettünk kérdéseket, mindenre válaszoltak, szóval igen. Csak aztán, ahogy így mögé lettem, tehát most már úgy érzem magam, mint hogyha egy szektába kerültem volna, és ott abban a szektában megpróbáltak volna meggyőzni, és már így utólag nekem egy kicsit olyan furcsa, hogy egy ilyen nyílt napon ott volt ez az emberke, aki elmondta, hogy ő neki valami kommunikációs, vagy nem tudom, a marketing cége van, és hogy igazából ő ért az ilyen dolgokhoz, és akkor ezért őt megkérték, hogy akkor mondjon néhány szót, és egy teljesen pöpesz, teljesen korrekt prezentációval, beszélgetéssel, olyan szívre és észre hatóan előadta a történéseket, és kicsit olyan úgy érzem, mintha ő is egy ilyen olyan, hát nem tudom, beépített ember, vagy lefizetett ember, vagy nem tudom, szóval értedek, hogy mire akarok gondolni, és így utólag, hogy már tudom, hogy mik vannak így az iskolának a hátterében, és nem véletlenül voltunk mi csak ott ketten, tehát, hogy én ajánlás útján jutottam ehhez az iskolához, így, tehát ő nem hirdeti magát orba szájban, nem nyomja az arcodba, hogy itt vagyok, haló, és hogy sokan nem is ismerik ezt az iskolát, pedig jó nagy egyébként ott van a Budaörsön, az Osán mellett van egyébként, ahhoz nagyon közel, szóval igen. És tehát, hogy most igazából abban nekem semmi bajom nem lesz, hogy én mondok pár szót róla, meg mit tudom én, tehát, hogy nem, hogy negatív színvel tüteled fel, mert hogyha bárki felmegy a Google-ba, hogy a Facebookra azonnal szembe fogja találni magát a mocskos ügyekkel. Na, hát ez tény, és én is, tehát csak azt mondom el, amit én tapasztaltam. Tehát, hogy igazából gyönyörű, szép épület, gyönyörű, tehát, hogy minden olyan szép és csillivilli volt, igazából csak az, amitől ugye félünk, hogy fizetsz, és volt egy olyan vélemény is róla, hogy volt olyan valaki, aki fizette a súlyos pénzeket havonta, és újra kellett járnia az elsőt. Tehát, hogy mert ugye nem volt angolóra, nem volt tanítónéni, mert elmentek, és blablabla, és hát hogy esett, hát ezt mi nem szeretnénk, tehát nyilván nem szeretnénk. Úgyhogy egy államvilág ugye szétefosott, és akkor ugye természetesen marad ez a másik, amit ugye alapvetően ajánlottak nekünk, és tehát már abban sem vagyok biztos, hogy az a érdi csoportban az az anyuka, tehát ugye általában úgy szoktál... Tehát, hogy ha óvodát keresel, akkor itt a helyi csoportban feltesz valaki egy posztot, vagy akár te magad kérdezel, hogy tudsz-e bölcsit, ovit, stb. Iskolát. Na, és én itt találtam rá erre, hogy én nekem ide jár a gyermekem, és fú, nagyon-nagyon szeretjük. Na most ez sem biztos, hogy ez egy valós személy. Értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy itt én nekem most már teljesen az egész bizalmam meg ingott, és tényleg nagyon csúnya sztori van az iskola mögött, tehát igen, van baj bőven. Tehát még rosszabb, mint az óvodában az óvivezető volt. Ő ennél, hát mint a maffia, na. Ez nem jó dolog sajnos. Úgyhogy ezt mi nem szeretnénk. Úgyhogy éppen ezért én mondtam, hogy neked figyelj, másikat is világítsuk így át. Tehát, hogy annak is utána néztünk nyilván, meg hogy oda hiteles személynek az ajánlása útján jelentkeztünk és mentünk el, és ő neki járt oda a tanítványa ebbe a másik budaörsi iskolába, és mondta, hogy pont ma megy hozzá az a tanítvány, és vagy kifaggatja a szülőket, mert hogy a szülők mondták, hogy Isten ments a lábad, de ne tegyük. Tehát, hogy a család, tehát, hogy nem tudom mi. Oda nem menjünk, tehát, hogy, és akkor hogy kérdeztem, hogy miért, hát most mindenhol, tehát nincs olyan intézmény, akit valaki ne szídna, hát ezt most tudjuk jól, tehát, hogy az emberek furcsák, nagyon sok ember összerúgja a port ezzel, azzal, amazzal, szóval na. Úgyhogy azért én igen, de hogy azt nem gondoltam, hogy ennyire durva a háttérsztori itt. Na jó. Oké, szóval ennyit azért az iskoláról, hogy akkor marad az, amit ajánlottak, de azt is azért úgy keresgettünk, megnézegettem, hogy azt is különböző véleményeket kerestem róla, nem igazán találtam egyébként. YouTube videókat találtam róla, bemutatkozó videókat, de ugye voltunk nyílt napon, úgyhogy igen, tehát hogy az a nagy baj, hogy akár állami iskola, akár magániskoláról beszélünk, az ígéretek, tehát hogy annak tudjuk jól, hogy a fele nem lesz igaz. Csak az a baj, hogyha még fizetsz is érte, és nem is keveset fizetsz is érte havonta súlyosan, akkor megint ott leszel, hogy figyelj, hogyha ez nem teljesül, akkor holnaptól elmegyek a francba innen. Tehát, hogy egy forintot nem ad, ahogy az oldalban volt, egy forintot ennek a nőnek többet nem vagyok hajlandó adni, mert nem teljesült az, amit ő ígért nekünk. Tehát, hogy biztos, hogy holnaptól nem viszem a gyereket. Tehát, érted? És egy állami iskolában például mondjuk ezt úgy igazából nem tetted, de hogy a nagy álmhatóság, aztán elvesz a gyerekédet. Egy magániskolánál azért tudsz arra hivatkozni, ezt, azt felhívod, hogy ez meg az, meg a, jó, nyilván egy államinál is, hogy ami például itt a miénknél van, hogy az igazgató egyszerűen nem tud és nem mer a kisebbségi családokkal szembefordulni és szólni neki és valóla, és megvédeni a többi diákot tőlük. Egyszerűen én itt is, ha ezt megtudom, hogy akár a Noét, vagy akár az osztálytársát, vagy mit tudom én, úgy megvernek, hogy kórházba kerül ezek a családoknak a gyermekei, akkor én holnap azt majdnem csodát mondtam, de tuti biztos, hogy nem veszem a gyereket ebbe az intézménybe, jöjjön a gyermekhatóság, ne hozzánk jöjjön, hanem azokhoz a családokhoz menjen a gyermek. Na, szóval én ha a gyerekemről van szó, akkor én egy anya oroszlán vagyok, tehát, hogy na. Úgyhogy engem nem tud megfenyíteni a gyermekhatósággal. Hát akkor jöjjön, akkor majd elmondom, hogy miért nem. Tehát, hogy sajnos itt a helyi iskolákban késelések, megverések, kórházi ügyek, fenyegetések és ilyesmik zajlanak, mert néhány ilyen kisebbségi család terrorban tartja itt a többieket, szóval ez biztos, hogy én nem szeretném. Tehát éppen ezért keresünk olyan iskolát, ami ugye kis létszámú, tudnak a gyerekekre, tehát hogy Noé nem egy mákszem lesz, hanem ő Noé lesz, ugye az első osztályban ő Noé lesz, és akkor ha Noé valamiben nem marad, akkor segítenek neki, tehát hogy na, értitek. Tehát hogy igazából mindenki ilyet keres a gyermekének, és mindenki biztonságban akarná tudni a gyermekét, de sajnos jelenleg azért annyi gyermek van, például a mi városunkban, hogy egyszerűen képtelen a tankerület annyi tanárt, és annyi termet, és annyi iskolát biztosítani, amibe tudná őket fogadni. Úgyhogy igen. Szóval úgy néz ki, hogy akkor marad az iskola, mert ugye onnan jött a válasz, hogy akkor Noé megfelelt a próbanapon, nagyon ügyes volt, és hogy szeretettel várják. Viszont egy picit ezzel is nekem aggályaim vannak, mert ez az iskola ez jelenleg tanulókör néven fut, és szeretné, hogyha egy akreditált általános iskola lenne, de viszont ennek ugye rengeteg feltétele van. Na és hát igen, tehát hogy egy kicsit olyan bizonytalan vagyok a jövőjében, de hát négy éve működik, azt hiszem ez ilyen tanulókörként, tehát hogy most a negyedikesek vannak, ugye, ők a legnagyobbak, tehát hogy előbb-utóbb ezt az épületet, nincs annyi szoba, ugye ez a fő gond, hogy nincs annyi szoba ebben mert ez egy családi ház, hogy ezek tehát amit már 5. osztályig elegendő legyen, tehát hogy egy másik épületbe fog költözni, ami valószínűleg Érden lesz, tehát értitek, tehát hogy Érdi egyébként ennek az igazgatónője, igen, a kiszemelt iskolánknak, és valószínűleg át fognak költözni Érdre, már megvan az épület is, tehát hogy csak hát intézni kell, rengeteg bonyolult tényező van, hogy ez egy iskolává alakuljon át, úgyhogy kicsit olyan bizonytalanság. Tehát, hogy jó ez így most, ahogy van egy elsősnek, elsőtől negyedikig jó, csak megint csak azt mondom, hogy nem szeretném azt, hogy holnap után azt mondják, hogy hogy a tanító néni elmegy, mert összerúgta a port a vezetővel, szóval jó, ez bárhol előfordulhat, tehát nem tudok egy olyan biztos helyet mondani, ahol biztos a holnapja a gyereknek, szóval értitek, hogy mit akarok mondani. És ő nekik még nagyon a biztonságra, nagyon tehát, hogy ő az első pár év az nagyon megalapozza utána a gyermeknek a jövőjét. Tudnék mesélni, és fogok is majd mesélni, hogy én hova jártam, milyen iskolában, meg stb. Tehát majd lesz erről egy videó. Úgyhogy igen. Szóval egyelőre marad akkor ez, megvárjuk azért. Tehát kíváncsi vagyok, hogy mit mond az a család, vagy hogyan adja elő, mert ugye ő ott volt ebben a budaörsi iskolában, ő ott volt, ő oda járt a gyermeke, és akkor, hogy ő ezeket átélte, amik ugye az elmúlt évben ott óriási nagy elvándorlások, és mi lesz holnap, és történetek, tehát, hogy ugye egyik napról a másikra keresned kell egy másik iskolát, na hát évközben ráadásul, tehát ez elképzelhetetlen, úgyhogy még így most a felvételi időszakban is marha nehéz találnod egy iskolát, szóval na. Tele van a kávém amúgy csillámmal, nem tudom, hogy küldtek bele az erős csillámok a kávémba. Ott volt a fürdőbomba a szilikon forma mellett. Hogy aki az elmondott, nem, kezemen van. Pedig megmostam, mert rám tapadtak a csillámokja. Na jó, szóval mondanom se kell, hogy tegnap is leszakadt a fejem, ma is nagyon fejfejem, de mondjuk lehet, hogy most ez amit az oviban ugye nagyon sokan betegek, lehet, hogy a Liza is azt hozta most haza, és annak a fültünete így felnőtteknél az a fejfájás, és akkor utána jön a láz, és akkor utána pedig jön egy ilyen köhögős, ilyen száraz köhögős időszak, tehát hogy lehet, hogy most nekem most ez is benne van, mert azért nagyon furcsa, hogy veszek be katafánt, vagy algapirint, vagy mit tudom én, urofánt, és egyszerűen semmi, tehát olyan furcsán fáj a fejem, olyan, mint amikor meg vagy fázva, és úgy nem is tudom, úgy nyom az agyat. Tehát nem az a migrénes fejfájás most, de ugyanaz az oldalon, de nem tudom. De én szinte nekem le fog szakadni a fejem valószínűleg. Hát én nem tudom. Most bevettem egy algopirint, most azzal próbálkozom, Nurofen nem hat, és akkor arra iszok egy kis jeges kávét, ugye a koffeinnel ez sokkal hamarabb fog majd hatni, remélhetőleg hatni fog. Ugye hát nem sokára jön haza a Noé, névnapozunk, úgyhogy muszáj túlélnem. Úgyhogy nem tudom, tehát mindegy, azt elmondom, hogy azért jó volt abban a két órában, ami ebben az iskában nyílt napon volt, és jó volt ebben az álomvilágban élni, ami valószínűleg sosem fog megtörténni. De jó volt látni, hogy ilyen is lehet egy épület, ilyen is lehet egy iskolás. Nyilván az a 9 elsősök most ide járnak, és nekik a szeptember, tehát a tanárnénéjük ott volt, és ott maradt valamiért, ott volt az a nagyon tündércuki csajszi. Úgyhogy, de a rendő elsősöknek ez a csajszi, aki mondta ugye, hogy na hát, hogy ő nem, hogy a álmiskolát, de hogy a pályát is elhagyja. Na most... Ha például ő kitalálja, hogy ő milyen módszerrel szeretné tanítani a diákjait, és ezen fel fog szólni egy szülő, hogy mondjuk Pistikének ez nem lesz jó, mert mit tudom én, Pistike nem tudom osztani, vagy valamiért ezt nem érti meg, és akkor majd szólni fog a főigazgatóasszonynak, és akkor itt összetűzések lesznek, és akkor beszól majd ennek a kis újonc csajszinak, akkor valószínűleg itt kalapkabát lesz, csak ne legyen igazam, de nem. Tehát, hogy ő fiatal, mind a ketten fiatalok, tehát ha már valaki ezt így ilyen őszintén elmondja neked, hogy egyébként én úgy voltam vele, hogy na, hello, ennyi volt a tanítás, de akkor utána eljöttem ide, akkor viszont őt szerintem bármilyen kis picike nuansznyi probléma valószínűleg megint ki fogja billenteni abból, hogy ő jó úton halad, és hogy ő egy jó, pozitív dolgot csinál, az a baj. Úgyhogy ez nagyon... Hát nem tudom, nem lennék a tanítók helyében, tehát kemény világ ez, bármilyen szempontból nézem, akár szülői szemmel nézem, akár az oktató szemével nézem, akár a gyermekem szemével, bárkinek a szemével nézem, ez már egy nagyon-nagyon kemény világ, tehát na mindegy. Nem sikerre megyünk Noéért, meg azon gondolkodom, hogy tudom, hogy nagyon kíváncsiak vagytok, hogy mi van a pink dobozban, ugye abban a bizonyos, ami úgy volt, hogy elveszett, vagy hát a Vinted és a Fox Post együttesen, nagyon ügyesen majdnem elhagyták, de aztán végül is megvan, és itt vannak benne a Lizának a ruhái, ugye gyönyörűségesek, szóval azon gondolkodom, hogy ugye felhoztuk már ide a szobájába, meg már megvan a helyük, hogy hova fogjuk tenni, és akkor azt gondolom, hogy azt felvegyük a Lizával. Nem tudom, vagy nem tudom. Mert hogy annyira, tehát hogy kéritek, mert hogy ugye említettem, hogy megvan végre a csomag, és hogy mi van benne, hogy mutassam meg, és persze nem, tehát hogy nyilván valakit nem érdekel, meg valakit meg nagyon érdekel, és akkor én nem tudok. Tehát, hogy igazából nehéz igazságot tenni, és nagyon szívesen megmutatom, mert tényleg szeretettel küldte el a lengyel anyuka, és én szeretettel vettem meg a kisanyomok, mert nagyon-nagyon szép dolgok vannak egyébként benne. Úgyhogy nekem ez örömet okoz, viszont az, hogyha valaki beszól, hogy valami csúnyát beszól arra, aminek te nagyon örülsz, ez viszont egy nagyon illúzió romboló dolog, tehát, hogy értitek. De nyilván nem akarom a kis fiatal nézőinket sem, akik ugye szeretik a Lizát, meg szeretik a gyerkőcöket, tehát, hogy őket sem akarom cserben hagyni, és hogy ugye megkérdeztem, hogy szeretnétek-e látni, hogy abban mi van, és akkor persze, hogy igen, nagyon várjátok, és hogy mikor lesz már. Na, nem voltam egyébként a hangulatban, megmondom őszintén, hogy Noénak az iskolája, az borzasztó stresszes, és nem vagyok egy jó paszban, de most már, hogy végre van egy hely, ahova bekerülhet, így most már egy kicsi megnyugvásom van, de hát a tegnap történtek, ugye itt az információk ebben a másik iskolával egy kicsit úgy megborítottak már megint, hogy jaj, mi lesz itt. Úgyhogy igen, szerintem hát mennyi időnk van, egy 3-4 óra múlva, most van 3:45, 4 körül már el kell menni, úgyhogy lehet, hogy a Lizával felvesszük azt a videót, és akkor legalább elpakolunk a szobájában. Na, hát akkor majd mindjárt megkérdezem, hogy van-e kedve esetleg összehajtogatni azokat a szépségeket, mert tényleg gyönyörűek. Tehát ezt külön dobba fogom, tehát nem fogom vlogba belerakni, nem akarok senkit ezzel untatni. Igazából, aki szeretné, akkor majd megnézi azt a részt, elfér végül is a csatornámon, meg kell, nekem is kellnek azért ilyen kikapcsolódós, ilyen hobbi, ilyen totálisan más témák, mint ezek a napi vlogok, mert a napi vlogoknak mostanában a témája ugye micsoda, hát ez a Noénak az iskolája, ugye. Úgyhogy na jó van, Alex névnapja. Kíváncsi vagyok ezekre a fürdőbombákra, hogy mit alkottunk a Lizával. Izgulok, de tényleg szeretettel készítettük neki, és ő is ott jött, hozta a kis kötényét, az Alex. Hát mondom, ez most a mi projektünk a Lizával, neked készül a meglepi, szóval. Kis aranyos, de mondom, meglepidet már csak nem te csinálod. Igen, úgyhogy, ja, szeretnek egyébként, de azt nézem, hogy szerintem itt Noé, hát ez azt talán valamik itt készülnek, szerintem. Valami ajándékok, én úgy gondolom, itt Alexnek készülnek itt meglepivel, és így, jaj, jövök haza Doviból, felköszöntjük Pipit, és jaj, olyan kis cukik egyébként, talán jó a szívemnek ezt látni, hogy így szeretik egymást, ez jó dolog. Na jó van. Oké, elmondtam, amit szerettem volna az iskolával kapcsolatban. Ez a hülye toll. Többet ezen ne jusson ez az iskola, mert ez egy tündérmeséből egy rémálom. Hál' Istennek nem vagyunk benne szereplők. Ez nyugtat, hogy csak egy filmet néztem. Tehát így már egy másnak a filmjét néztem, nem a saját életem, nem a saját filmem, történetem. Ez a marha nagy szerencsém.